Köszöntöm Önöket a Szóbeszédben, ahol mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az Önök véleménye. Biciklizni, úszni, barkácsolni tanítanak bennünket, védelmeznek és támogatnak születésünktől kezdve. Június 3. vasárnapján ünnepeljük az apák napját. E heti műsorunkban az apaságról és az édesapák szerepéről kérdeztem Önöket, lássuk! Ugye, hogy június 3. vasárnapja, most már az apák napja, édesapák napja? Igen, igen, hallottam róla. És szokták is Önt köszönteni? Hát néha-néha igen. Van két unokám, meg két dédunokám. Sőt, azt hiszem már harmadik is. Akkor már háromszoros. Nagypapa, apuka, dédpapa. Igen. És milyen édesapának tartja magát, hogy mennyire veszi ki a család életéből a részét? Hát ki szoktam venni, igen, segítek a főzésbe is segítek, igen, a háztartásban, mindenhol. Éppen az apák napjáról kérdezzük az embereket, igen. Nem tudom, tudja, hogy most már van apák napja is június. Tudtam róla, hogy valami, de ez nem tudom, miből áll. Hát ez olyan, mint az agyák napja, hogy lehet köszönteni az édesapákat. Milyen véleménye erről? Hát nagyon helyes, mert az apák is sok mindent érdemelnek, ugye? És Ön szerint mennyire változott az apák szerepe mondjuk a pár évtizeddel ezelőtti képhez képest, vagy amikor Ön volt kisgyerek ahhoz képest? Szerintem sok mindent, na most már jobban be vannak az apák fogva a házi munkába, nem úgy, mint régen, én szerintem. Meg az édesanyák dolgoznak is. Na hát az pláne, igen, rá vannak kényszerülve az apukák, a gyereket vigyék óviba, stb. Ugye, hát akkor ez egy ilyen munkamegosztás most, ugye? Igen, ez... Önnek van-e valamilyen kellemes élménye az édesapjáról, vagy milyen volt ez Ön édesapja? Az édesapám, hát ő nagyon szeretett olvasni, és engem is erre kényszerített, meg a tanulásra, hogy ugye iskolát. Akkor a szorgalmát, ezt az édesapjának köszönheti a szorgalmát? Igen, igen, nagyjából. Igazán kiveszik a részüket a családfenntartásból, a gyereknevelésből, és a jó apukákra mindig szükség van a gyereknek is, meg a családnak is. Nagyszülőknek is, mert áldás egy jó apa. Ön szerint milyen egy jó édesapa? Hát minden esetre körültekintő, megbízható. A szigorúság az azért annyira nem. Legyen az egy kicsit barátja is annak a gyereknek, legyen haverja is annak a gyereknek, ha arra van szüksége a gyereknek. És legyen szigorú természetes, amikor arra van szükség. Itt a szünet, itt vannak az unokák. Most kettő van, aztán jön három másikból. Így vetésforgóban. Igen, hát a panelban nem férünk el öten egyszerre. És mit csinálnak ilyenkor együtt? Elmegyünk a játszóházba. Ilyen, nem mondom meg, milyen idő van. Vacak idő van, ilyenkor játszóház. Ez a kedvenc tevékenységük együtt, hogy viszi őket játszani? Igen. Na mondjatok valamit, hova megyünk? A játszóházba! Uha! És miért szeretitek a nagypapát? Ezt még mondjátok el nekem. Mert nagyon aranyos. Mert? Meg kedves. Nagyon aranyos. És szép magas. Igen. És mit vesz a nagypapa most? Mindenféle. Mindent vesz a nagypapa? Zsófinak egy tetkót. Tényleg? Úha, annak örülni fognak a szüleitek. Azt a mindenit. Meg kettőt is az bővet. Ezt is a nagypapától kaptad, a két plüst? Mindkettőt. Jó, ide jó. Hát akkor nektek nagyon aranyos nagypapátok van. Igen. Jó, tudjátok-e, hogy most már lehet köszönteni az apukákat június 3. vasárnapján? Igen, tudjuk, vasárnap lesz. Készülnek a gyerekek. Készülnek? Tényleg, és hogyan, mivel? Pont most vettünk ajándékot. Uha. És mit kap az apuka? Hát ez igazából csokit, nem nagy dolgot. Szereti a csokit. A gyerekek készítettek saját kézzel is rajzokat. És ő milyen édesapa? Tudom, hogy ez egy nagyon átfogó kérdés, de mindenben segít, gondoskodó, milyennek írná le? Igen, ilyen. Abszolút. Játszik a gyerekekkel, foglalkozik velük. És ő van-e kedvenc elfoglaltságuk, mondjuk kirándulni, horgászni, bármit, mit szoktak együtt csinálni? Hát kártyázni, biciklizni. Jönni, menni, barkácsolni. Barkácsolnak is, tényleg? Igen. És megkérdeztem őket is, hogy mit szerettek apuban? Nagyon kedves. Kedves, tényleg? És te mit szeretsz apukádban? Azt, hogy foglalkozik velünk. Kedvenc elfoglaltság, sokat kirándultunk. Jártuk az országot apukámmal. Mire tanította meg Ön a gyermekeit? Arra tanítottam meg, hogy legyenek becsületesek, és ne sokat beszéljenek, mert a legjobb barátuk is lehet ellenség is. Akkor nevelő apuka, vagy ő? Nevelő apuka, anyukámnak az új férje. De és róla mit tudnál elmondani? Hát ő nagyon pacifista és nagyon kedves ember, úgyhogy én apukámként tekintek rá. És mi az, amire már megtanított, vagy amire szeretnéd mondjuk, hogy megtanítson apukaként? Hát
Van-e kedvenc közös foglalatosságot? Kibeszélni az élet nagy dolgait, de egyébként ő ilyen mesteremberszerűség, úgyhogy egy-két ilyen barkás dolgra megtaníthatna, mert az egyáltalán nem érte. Tehát ő ilyen mindenhez ért, típusú hát apuka. Mindenhez ért. Most éppen lépcsőt csinál az emelethez ebben a pillanatban, úgyhogy igen. Akkor szeretnéd, hogy megtanítson barkácsolni? Hát igen. Ez a napafiú dolog amúgy is, nem? Igen, az a jól el lehet lenni. És ön nem ilyen helyzet? Megkérdeztetem, hogy van-e valami kellemes emléke az édesapjáról? Igen, igen, nagyon jó apukánk volt, úgyhogy gondoskodom, az édesanyánk nagyon korán meghalt, még nem voltam 20 éves, és ő megpróbálta azt is pótolni. Úgyhogy pedig ez nehéz nagyon. Nagyon nehéz volt neki, de sikerült neki azért. És ez nagyon nehéz kérdés, ez most mindkét irányba kérdezem, hogy mitől lesz egy édesapa jó édesapa? Hát nem tudom, azt így nem tudnám megmondani, mert mi úgy éreztük, hogy jól éltünk, szóval jól, mindenben nem voltunk gazdagok soha. És mégis, szóval ott volt mindig nekünk, szerintem ettől. Lehetett rá számítani, ugye? Igen. Te mit gondolsz, mitől jó egy édesapa? Hát, talán, hogy képes biztonságos környezetet teremteni a családjának, illetve hát az, hogy a gyerekeit úgy tudja nevelni, hogy megad nekik minden olyan tudást, meg olyan kezdő szettet az élethez, amivel aztán el tudnak boldogulni. Mit szól ahhoz, mi a véleménye róla, hogy most már az édesapákat is lehet köszönteni, június 3. vasárnapján van apák napja? Nagyon szokatlan. Ön szokták köszönteni a gyermekei unokáit? Nem. Nem szoktak köszönteni. De igazából jól érzem magam. Tehát voltunk például a két unokámmal kirándulni szombaton, és akkor ennyi. Ez volt az apák napja. Ez nehéz kérdés, de ön szerint mitől lesz jó édesapa valaki? A számíthatóság, hogy lehet számítani rá. Olyan, mint a hegy, ott van. Igen, megbízható, ugye? Pontosan. Kettes ágyban laktunk, és minden héten jöttek ebédelni hozzánk a család, és a kertbe csináltam egy kis fotballpályát, meg kosárpalánkot, azt ott játszottunk, nyilván picik voltak. Így vélekedik tehát az utcaembere az apák napjáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak itt a Szóbeszédben, tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor természetesen ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi. Viszontlátásra!